Köszöntöm Önöket! Az útmutató nyári válogatását látják. Mai adásunkban a legismertebb zarándokhelyek közül keresünk fel hármat. Tartsanak velünk! Kézenfekvő megoldásnak tűnik, hogyha valaki nem leli a helyét a világban, akkor felkerekedik, hogy megtalálja a számára kijelölt utat és közben önmagát is. Így tett 2015-ben, majd 2016-ban megint a kaposvári Jakusovszki Dorina, aki egyedül vágott neki az El Camino-nak. 168 napig tartó, 3500 kilométeres zarándoklatának élményeit nagy Ricsin osztotta meg az érdeklődőkkel tavasszal. A gondviselés útja, ezzel a címmel tartott előadást Jakusovszki Dorina a Nagyrécsei kastélyban. Ez sokak fejében megfordul, hogy vajon normális-e az a nő, aki 35 évesen fogja biztos állását, ott hagyja a lakását, mindent, és neki vág a nagyvilágnak. A fiatal kaposvári lány 9 évnyi hivatali munka és egy megpróbáltatásokkal teli időszak után azt érezte, kicsúszik a talaj a lába alól. Végül a benne munkálkodó életösztön, és nem utolsó sorban a hite késztette arra, hogy útnak induljon. Én 2015-ben végigjártam a spanyolországi El Camino-t, azt a legnépszerűbb utat, amin ugye nagyon sok zarándok megy végig évente, így 10 000-rével mennek rajta végig. Hát nekem volt egy ilyen lelki válság az életemben, ez így évekig tartott, és ennek az egyik állomása volt ez a 2015-ös Camino. Amikor onnét hazajöttem, akkor először nagyon fel voltam dobódva, aztán azt éreztem, hogy így megint visszazuhantam, és így arra jöttem rá, hogy alapjaimban nem vagyok összerakva, vagy nem vagyok a helyemen, hogy egy ilyen céltudatos és nagy változásra van szükségem, egy ilyen önismeretre, önmagam felépítésére, ugyanis így nem tudtam, hogy ki vagyok. Se traen cartos que entren ese nunca se vayan cartos nun traje de más que un real de prata. Annyit tudtam tenni magamért, hogy rálépek egy fizikai útra, ami elvezet majd valahova. Hát a cél az ugye Santiago, de az egész út jelképes, szimbolikus. Az út nekem így az életemet jelképezte azzal, hogy minden országot szinte egy-egy életszakaszra tudtam lebontani, vagy így ahhoz hasonlítani. De egy kicsit most így elébe mentem a dolgoknak, szóval ez a lelki válság volt az, ami rávitt arra, hogy elinduljak. Önmagamat kerestem az úton, kerestem egy helyes Isten kapcsolatot, mert úgy gondoltam, hogy az sincs nálam rendben. A külvilág engem mindig ilyen összerakott embernek látott, aki ugye egyben van, én meg belülről éreztem, hogy nagyon szét vagyok esve, tehát hogy ebben nem volt meg a harmónia, a idézőjeles külső megjelenésem és a belső tényleges lelkiállapotom között, és ezt akartam így harmóniába hozni. Hát én nem tudom, lehet, hogy a könnyebb utat választottam ezzel, hogy elindulok a nagyvilágba, én ezt éreztem kézenfekvőnek. Én arra nem éreztem erőt, hogy csak simán munkahelyet váltsak, vagy csak simán elköltözök egy másik városba, és ott próbáljak szerencsét. Én tudtam, hogy nekem ez az út az, ami az én utam, mert nagyon erősen hívott. Dorina útja 5 országon, 168 napon és 3500 kilométeren át vezetett. A zarándoklat előtti időszakban napi 25-30 kilométert sétált, valamint rendszeresen futott és kerékpározott. A fizikai felkészülés mellett a lelki ráhangulódásra is nagy gondot fordított. Sokat segített neki ebben az írás, így született meg egyébként a Vándorina blog is. Na, voltak nehéz pillanatok az úton. Én kellőképpen nyakas ember vagyok, és azt gondolom, enélkül a nyakasság nélkül nem is lehet egy ilyen utat végigcsinálni.
hát erős volt a hívás, hogy menjek, de azért valamelyest felkészültem rá, mert én a Facebookon megosztottam egy felhívást még az utam előtt egy-két hónappal, és kértem a Szent Jakab út mentén élő embereket. Az útról egy gondolat, hogy ez végig ki van jelölve, tehát az út jelképe a fésűkagyló, és végig a sematikus fésűkagyló jelképekkel ki van jelölve az út. És térképemről ugye lejött, hogy milyen településeken megyek keresztül, és kértem az embereket, akik ráismernek, hogy a környéken laknak, és befogadnának egy-egy éjszakára, meg egy tál ételre, akkor azért nagyon hálás lennék. És ez ilyen teljesen ilyen csodálatos módon működött. Pár napon belül, ahogy megosztottam, egy csomó ember írt nekem, hogy mehetek ide is, oda is. Szívesen látnak Ausztriába is, meg Svájcba is. Tehát kiderült, hogy ugye Ausztriába is, meg Svájcba is rengeteg magyar él, és rengeteg ilyen magyarok csoportjába eljutott a felhívásom, és akkor volt egy ilyen érzésem, hogy hú, hát akkor engem várnak az úton, már csak ezért is menni kell. Tehát, hogy mindig lett valahogy meg. Aztán ugye, hogy a könnyebbik út, hát igazából csak sétálni kellett. Tehát, hogy nem volt olyan gondom, hogy most itthon a számláimat fizetgessem, hogy a munkahelyi dolgokra készüljek, hogy egyéb dolgoknak álljak elébe, aminek egy hétköznapi ember itthon a hétköznapokba, hanem tényleg csak sétálni, meg mit teszek és hol alszok. Tehát a gondolat leegyszerűsödött erre a szintre. Az út lelki mélységeket és magaslatokat egyaránt tartogatott. Az egyik szakaszról Dorina később így írt, sűrűn követik egymást a kagylós útjelző kövek, azon gondolkodtam, most elmegyek mellettük és megérintem őket, és lehet, hogy utána soha többet. Az úton előre megyek és nem vissza. Soha nem érintem meg már többi ugyanazt a kagylós követ. Az egyiknél megálltam és sírtam. Elsírattam a pillanatot, ami már sosem jön vissza. Nagyon mélyről jövő sírás volt. Van az a pont, amikor eljövök arra, hogy én emberként véges vagyok, és mindig van valami végtelen erő, ami tovább segít, és az út ebben erősített meg, hogy a gondviselés működik, hogy a pillanatot meg kell élni, mert hogy elhaladok dolgok, ugye abban a cikkben írtam, hogy ilyen kagylós kövek mellett haladtam el, és hogy ez már többet lehet, hogy ezt a kagylós követ nem érinthetem, meg nem láthatom, és ez arra tanított, hogy mindig a pillanatot éljük meg. Továbbá az emberek kedvessége, meg az, hogy mindig lett valahogy, hogyha egyedül voltam, egyedül sátraztam, akkor sem volt semmi gond, hogy arra tanított, hogy igenis a gondviselés ez működik, hogy valaki nagyon vigyázott rám, meg egyengedte az utamat. Ami a legfontosabb, hogy szeressük meg önmagunkat, hogy legyen meg a helyes önbecsülésünk, mert anélkül bárminek neki fogunk, az valószínűleg kudarcot fog vallani előbb-utóbb. Én erre szerettem volna törekedni, hát a csend meg az egyedüli séták ebben segítség volt, mert nagyon szerettem volna úti társakat. De aztán rájöttem, hogy nekem azért kellett ezt az utat egyedül végigjárnom, mert hogy egyedül önmagamban erősödjek, meg legyen meg egy olyan belső tartásom, ami nekem az erőt nem volt meg. Mert csak egy épp és egészséges személyiség tud megfelelő épp és egészséges személyiségeket bevonzani. Persze ez relatív, mindannyiunknak megvannak a lelki defektjai, tehát én most sem tartom magamat épp és egészséges személyiségnek, de már lett egy olyan fajta önbecsülésem, hogy tudom, hogy bárminek neki fogok, az sikerülni fog. Az zarándoklat az továbbra is vonz. Ilyen nagy útra most nem vágyom, mert azt gondolom, hogy most itthon vannak feladataim, de kisebb zarándoklatra mindenképp szeretnék elmenni, ami engem nagyon vonz a Észak-Spanyolországba az északi út. Az is egy ilyen viszonylag felkapottabb zarándokút, szintén Santiagóba vezet. Aztán szeretném a magyar El Caminót is végigjárni, ugyanis most az idén csak Pannonhalmától csatlakoztam be, mert én a szülővárosommal Kaposvárról indultam. Úgyhogy a kisebb zarándoklatokban gondolkodom. Dorina előadására sokan kíváncsiak voltak, pillanatok alatt megtelt az Inkei kastély nagyterme érdeklődőkkel. Egy lelki közösségben ismerkedett meg a nagydécsei Saffer Júliával, az ő meghívására érkezett a községbe a kaposvári lány. Gyakorlatilag én elvégeztem a kurziót,
8 évvel ezelőtt, ugyan Kőszegen. Dorina itt a Kaposvári Egyházmegyébe végezte el a kurziót. Egy ilyen záró ünnepi alkalmával láttam én ott meg a Dorinát. Én magam is vándorutas vagyok, mindahogy az egész életünk egy vándorút. Szeretek én is túrázni, bár helyek közel most már azért a koromra való tekintettel kisebb túrákat eszközök ki. De néztem a Dorina blogját, és ugye mikor megtörtént ez az egész 3,5 ezer kilométeres út, és akkor Kaposváron volt egy előadása, és akkor hárman elmentünk, mert kíváncsi voltam rá, meg személyesen nem ismertem a Dorinát, de akkor telefonon azért fölhívtam, hogy lehetséges-e, ott találkoztunk személyesen, és azt mondta, hogy szívesen eljön, és mindenhová elmegy, ahová hívják. Az, hogy végigjárt ezt az utat, ez nem csak kihívás szerintem, hanem talán a lelkünk erősítésére is szolgálhat, és azért azt gondolom, hogy itt azért hívő emberek vannak, talán meglátják benne, hogy milyen értéket képvisel egy 168 napos út, amikor egyedül, helyek közel egyedül, de azért voltak társak is, megteszik ezt az utat. Hát én is szívesen megtenném, és talán többen is megtennék, hogy elmennek erre az útra, de erre már én nekem nem kerülhet sor, de remélem, hogy azért profitálnak belőle. Minden esetre lelkünk megerősödését szolgálja, az biztos. Fátimában jártak a kanizsai Szent Ferenc zarándok közösség tagjai. Horváth György és felesége Valéria a Kurzió mozgalom 5. világtalálkozóján vett részt. A rendezvényen a 100 évvel ezelőtti Mária jelenésekről is megemlékezett a több tízezer résztvevő. Portugáliában jártunk, az utazás célja Fatima volt. Lisszaboni városnézés után utaztunk tovább Fatimába. Az utazásunk apropója pedig a Kurzió 5. világtalálkozója volt, illetve a rá egy hétre következő fatimai jelenések 100. évfordulója. Az elmúlt 100 év azért úgy telt el Fatima életébe, ez egy kis falu volt korábban. Tehát most a lakosság 8000 főt tesz ki, és a szállodák férőjének száma több mint 15 ezer. Tehát az egész világon egy nagyon kedvelt zarándok központ, illetve Szent II. János Pál olyan rangra emelte Fatimát, hogy ő pápasága alatt háromszor jártak egy helyen, illetve miután a merényletet elkövették ellene, az egyik golyót elvitte a szűzanyához, és a szűzanyának a koronájába építették be a merénynőnek a golyóját. A pásztor gyermekek három titkot kaptak. Az egyik titok, amit szűzanya megosztott velük, az a pokollal kapcsolatos volt, tehát elmondta nekik, hogy a pokol milyen életve, mi vár azokra az emberekre, akik a pokolra kerülnek. A második titok arra vonatkozott, hogy 1917-ben imádkozni kell, hogy a háború véget érjen, illetve hogy Oroszország megtérjen. Tehát a másik titok lényege gyakorlatilag az akkori Oroszország volt, hogy meg kell térnie, hogy a világon béke legyen. A harmadik titok pedig, amit Szent II. János Pál utólag tudott meg, a merénylettel kapcsolatos titok volt, hogy egy pápa ellen merényletet fognak elkövetni, és a pápa azt mondta, hogy ő tudja és érzi, hogy a golyót a szűzanya eltérítette, tehát hogy nem ért olyan szervét, ami gyakorlatilag halálos lett volna. A fatimai jelenések 1917. május 13-án történtek. Három pásztorgyermek, Lucia és unoka testvérei, Ferenc és Jácinta előtt megjelent a szűzanya, aki ezt követően még 5 alkalommal, minden hónap 13. napján megmutatta magát a gyerekek előtt. Az utolsó jelenés a napcsoda október 13-án volt, amit több tízezren láttak.
Ferenc és Jacinta a jelenések után 2, illetve 3 évvel elhunyt. A 100. évfordulón mindkettejüket szentté avatják. Egy titkot azóta is egyébként Homály fed, tehát a Vatikán nem mondta el a 3. titoknak a teljes szövegét. Én úgy gondolom, hogy az emberek Fatimába megnyugvást kapnak, illetve megérzik a szűzanya szeretetét. Van egy keresztút Fatimába, tehát a Kettyen kívül egy keresztút van, amit magyarok emeltek, tehát magyarok itt is jelen vannak. Ezt az 56-os forradalom után emelték a külföldre szakadt magyarok, és a keresztút végén pedig van egy kápolna. Tehát ezt mi a püspökatyával végigjártuk, illetve a stációkat végigimádkoztuk. Tehát a világon bárhova megyünk, tehát magyarokkal találkozunk. És Magyarország életébe és az egyházunk életébe a szűzanya az nagyon jelentős szerepet játszik, hiszen Szent István országunkat felajánlotta a szűzanya oltalmába. És az érdekesség, hogy a magyar királyok voltak az egyedülek a világon, akik püspököket nevezhettek ki. Tehát a pápától megkapták ezt a jogot, hogy a püspököket ők maguk nevezhették itt. Tehát magyarnak jó volt Fatimába lenni mindenképp. A Kurszió 5. Fatimai világtalálkozóján a résztvevők a szűzanyának ajánlották fel a mozgalmat. A világtalálkozó apropója egyébként az volt, hogy a Kurszió alapítója, Eduardo Bonin 100 évvel ezelőtt született. A Kurszió a katolikus egyházon belül működő közösség, amelyet civilek alapítottak, Eduardo Bonin és társai, illetve civilek is mozgatják ezt a közösséget, annak ellenére, hogy az egyházon belül működik. A program nagyon széles körű volt, nagyon hosszú volt, és elég fárasztó, de hatalmas élményekkel tértünk haza. A lelkiekben egy óriási nagy töltődés volt, bár ezt a lelki töltődést minden egyes kurzión belül is megkapjuk, ehhez nem kell elmenni Fatimáig, mert ez akár itthon is működik. A kurzió megfogalmazását, amikor megkérdezik, hogy mi is egy kurzió, akkor nagyon nehéz elmondani, mert nincs rá igazán definíció, vagy olyan hosszan lehetne mesélni, hogy azt senki nem hallgatná végig, de a kurzió maga egy élmény. Hát ez az élmény, ez itt kicsúcsosodott, ez itt teljes mértékben beteljesült. Több mint 10 000 ember vett részt ezen a világtalálkozón. A Föld talán majdnem minden országából, de az biztos, hogy minden kontinensről. Ami talán érdekesség volt, és ezt a vezetőnk, Székely János püspök úr is kiemelte, hogy Dél-Koreában hatalmas nagy fejlődése van a kurziónak, 10 év alatt meg 10-szereződött a tagok száma, és ez egy hatalmas nagy öröm. Nagyon sokan voltak Dél-Amerikából, afrikai országokból, és természetesen Európából is. Magyarországról 60-an utaztak. A horvát házaspár Róka Dániel babocsai plébánossal, Ernest Róka atyával, Dudás László görög katolikus parókussal és dr. Székely János segédpüspökkel utazott a világtalálkozóra. Mint egy nagy család. Mindenki mindenkivel találkozott, mindenki mindenkinek nagyon örült. Együtt énekeltünk, egymás kezét fogva imádkoztunk, és egymást átölelve mondtunk hálát az Úrnak. A Kurszió mozgalom tagjai előadásokon és szentmiséken vettek részt, a napot pedig rózsafűzér imádkozással és fáklyás körmenettel zárták. György és Valéria a Szent Ferenc zarándok közösséget is képviselte Fatimában. 2013. augusztus 13-a óta minden nap 13-án zarándokolunk Kiskanizsáról Homokomáromba. Most lesz a jelenéseknek a 100. évfordulója, és szombaton 14 órakor fogunk indulni Kiskanizsán Puncsvagyizótól. Az lesz a különlegesség, hogy csatlakoznak hozzánk Budapestről, Kaposváról is, tehát bízom benne, hogy egy nagyobb közösséggel fogjuk tudni megtenni utunkat.
Nem csak gyalogos zarándoklatra lesz lehetőség a következő hetekben. Május 18-a és 21-e között tartják a 13. férfi kurziót Homokkomáromban, május 25-e és 28-a között pedig a női kurzió lesz Tahiban. A dél-dunántúli alkalmakról Szűcs Imre atyánál lehet érdeklődni. A 21. századi zarándokok feleségével és fiával, valamint egy helyi gyülekezettel kereste fel a Szentföldet annak idején dr. Imre Károly. Első ízben hagyta el a kontinenst, ám az utazás nem csak turisztikai, hanem hitbeli élményt is jelentett a számára, amiről a református gyülekezetnek és stábunknak is mesélt. Ugyan tudjuk, hogy a hit nem látásból van, hanem Isten igéjének hallása által, de mindenképpen egy megerősítést adott. Hadd mondjam el azt a hasonlatot, hogy a hit olyasmi, mint az elektromos áram. Hát egy hatalmas erőt képvisel, egy láthatatlan erőt képvisel, de nem lehet raktározni. Újra kell termelni, akárcsak az elektromos áramot termelni kell, hitünket is táplálni kell rendszerességgel. Én azt gondolom, hogy talán ennek az útnak is következménye lehetett az, hogy én most itt ülök az önök kamerája előtt, és vállaltam ezt a beszélgetést, mert sajnos rám is jellemző, meg talán sajnos a keresztények többségére, hogy rejtőzködő életmódot élünk, nem merünk kiállni, nem merünk véleményt formálni, pedig ez nem jó dolog. Jézus Krisztus nem erre hívott el minket. Nem szeretnek beszélni a vallásukról az emberek, cikinek találják. Tudja, mi a ciki igazán? Mi lesz a ciki? Amikor az Úristen ítélőszék előtt állunk, és elválasztja a jókat a nem jóktól, elválasztja őket, mint kecskéket a bárányoktól, egyik részük mehet az örök élet felé, az Isten királyságába, másik részük pedig mehet a gyehennára, vagy a pusztulásba. Ez az igazán ciki. És erről magamat is meg kell győzni, hogy merjek most beszélni. Az utazásunk egyik helyszíne volt a galileai tenger, vagy Genezáretó környéke. Erről mondanék pár mondatot, aztán majd az Olajfák hegyéről. A Genezáretó sokkal kisebb, mint a Balaton, talán negyed része akkora lehet, de óriási jelentőségű Jézus élete szempontjából és az újszövetségi történetek szempontjából. Tibériás városában laktunk, elmentünk Kapernaumba, elmentünk azokra a helyszínekre, ahol a csodálatos hal- és kenyérszaporítás történt, oda, ahol az Úr Jézus Krisztus a hegyi beszéd során 8 boldog mondást felsorolta, elmondta a tanítványainak, és jártunk azon a helyszínen, ahol a feltámadt Úr Jézus Krisztus megjelent a tanítványainak. Természetesen engem a tájak ragadtak meg, a tájak, mert hogy az épületeknek semmi köze az Jézus korabeli épületekhez. A táj, amely hegyekből állt, a tónak a víztükréből, és november 6-án reggel pedig korábban ébredtünk, mint a nap, és a nap felkeltét láthattuk. Én azt hiszem, ugyanabban az élményben részesültünk, mint annak idején Jézus és tanítványai, hogy a tó keleti partja fölött a felkelő napot láthattuk. És elképzeltem, hogy tanítványok itt ezen a tájon, itt hallották Jézus szavait, látták a csodatételeit, amiben nem kételkedett senki annak idején. Látták azt, hogy micsoda hatalommal rendelkezik.
de leginkább az győzte meg őket, mikor a feltámadott Úr megjelent nekik. Én elgondolkoztam ezen is, hogy tanítványok szégyelték volna, hogyha Jézus azt mondja nekik, hogy én meg fogok halni és föltámadok. Ha ez nem következik be, nagyon szégyelték volna magukat és eltűntek volna a történelem süllyesztőjébe, de nem így történt, mert ők megtapasztalták a feltámadott Úrnak a jelenlétét, és ez jelentette nekik azt az óriási energiát, hogy a vértanúságot merték vállalni Jézus Krisztusért. Én azt mondom, hogy mi se kételkedjünk, hiszen hogyha valaki a életét merte áldozni Jézusért, már pedig a tanítványok többsége ezt tette, akkor mi is legyünk biztosak benne, teljesen biztosak benne, hogy ő él, és itt van, és el fog jönni. Az Olajfák hegyéről, mert ez volt a másik helyszín, ami központi helyszín a Bibliának és Jézus életének, az Olajfák hegye, hogy is írjam le. Itt van az Olajfák hegye, kis völgy, utána Jeruzsálem városának a hegye. Az Olajfák hegyéről rá lehet látni Jeruzsálem városára. Fölsorolásképpen mi is történt itt? Jézus rengetegszer találkozott itt a tanítványaival. Aztán a virágvasárnapi bevonulás is itt kezdődött, az Olajfák hegyéről, ahol Jézus Szamárcsikon át a városba bevonult az aranykapon keresztül. Aztán elfogatása előtti éjszaka itt imádkozott Jézus a Getsemáné kertben. Azt a sziklát, ahol a hagyomány szerint Jézus imádkozott, és kérte, hogy múljon el tőle a pohár, azt a sziklát úgy jelölték meg, hogy egy templomot emeltek föléje minden korban. Jelenleg is állott egy templom. Ennek az az érdekessége, az Agónia temploma, vagy a minden nemzet temploma, hogy a fő oltárt egy freskó díszíti, ezt magyar adományból építették. Tehát több helyen láttuk a magyar adományokból épült emlékhelyeket, ez volt az egyik. Az olajfákon mi történt? Még Jézus innen ment föl a mennybe, mennybe menetel is. És ide fog visszaérkezni a Zakariás próféta szerint, itt fogja megvetni a lábát a Messiás. Hogy nekünk konkrétan, nekünk kanizsai zarándokoknak mit jelentett? Jelentette azt a misét, azt az Isten tiszteletet, amit egy kis templomban az Olajfák hegyén élhettünk át, tisztelhettük az Urat ennek során. Képzeljenek el egy pici templomot, az a neve, hogy Dominus Flevit, az Úr sírt, ezt jelenti a szó, Jézus itt sírt Jeruzsálem miatt. Ülünk a templomban, 6-7 sor pad, előttünk az úrasztala mögött Friszár Károly Esperes úr, ő mögötte egy nagy ablak, és az ablakon át kb. 5-600 méterre pedig a jeruzsálemi várat látjuk. A falat, az aranykaput, a sziklamecsetet, a Sion hegyet. Felejthetetlen élmény, és bárcsak mindenki eljuthatna oda. Még el kell mondanom, hogy Jeruzsálemben pedig egy emlékezetes naplementét élhettünk át szintén innen az Olajfák hegyéről, amint lebukott a nap a város kontúrjai fölött. Mit üzen nekünk ez a kis templom, nekünk nagy kanizsaiaknak? Ott láttunk egy mozaik képet, amin egy tyúkanyó van a kis csibéivel. Természetesen azokat a mondatokat jelképezi, amit Jézus mondott Jeruzsálem irányába, hogy hányszor hívtalak titeket, Jeruzsálem fiai, hogy jöjjetek én hozzám, mint tyúkanyóhoz a csibéi. Én szerintem ez a kép nekünk kanizsaiaknak azt üzeni, hogy mi kanizsán levő keresztények, akármelyik felekezethez tartozunk. Miért nem tudunk szorosabban egymás mellé állni? Például egy ilyen nagyon fontos történelmi időben, mint a mostani idők.
És miért nem tudnánk egy közös Isten tiszteleten részt venni, és kérni az Úristen segítségét, mert csak ő tudja megoldani ezt a helyzetet, amit a heteinkben, napjainkban átélünk. Ez volna az egyik álmom, és nem tagadom, Ella Ferenc lelkipásztor álma is. Pár évvel ezelőtt egyik betegemtől, én orvos vagyok is, egyik betegemtől, egy nagyon súlyos nőbetegtől, egy rákos cigányasszonytól egy ajándékot kaptam. Az ő szegényes szobájából az egyik ékességét a szobájának nekem adta. A kép azt ábrázolja, hogy Jézus az olajfák hegyén. Mi reformátusok nem szoktunk képeket kitenni a szobáink falára. Nálunk az egyik szobafalán kint van ez a kép. És kicsit szabadjára engedem a gondolataimat. Hogy összedül ez a digitális világ, ez az informatikai világ, és nem találom meg többet a képeimet az olajfák hegyéről, akkor ránézhetek erre a képre, amit kaptam. De hogyha megsemmisül ez a kép is, és leég a ház, akkor sincs elveszve semmi. Nem az a lényeg, amit látunk, hanem az, ami a szívünkben van. És Jézus Krisztus mindenkinek a szívében ott lehet. Nem kellenek ahhoz tárgyak, látható, tapintható dolgok. Biztos vagyok benne, hogy itt Nagykanizsán is nagyon sok ember szívében ott őrzi Jézust. És egyre többen ki is mutatják ezt. Tehát tanúk mernek lenni. Én is szeretném Jézust a szívemben hordozni, amíg élek. Mai adásunk végére értünk, az útmutató stábja nevében köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra! A műsorvezetőt a Diva Fashion öltöztette.